Az Európai Szakképzési Hét programjai közé tartozik a szlovák konyha hete. Egy hétig Felvidékről érkezett 4 szakács tanuló, 2 szakoktató kíséretében készítheti el szlovák ételeit az EGRI SC Kereskedelmi Mezőgazdasági és Vendéglátó Ipari Szakgimnáziumban szakközépiskolában. Emellett pedig egy besztercebányai főszakástól tanulhatnak a diákok egész héten. Azt mutassa meg a diákoknak, hogy hogy kell felszolgálni, hogy kell díszíteni azokat az ételeket, és tanulnak tőle. Ő egyébként besztercebányáról, és Richard Cisárnak hívják. Egy gasztronómiai kirándulásra hívják a résztvevőket a szlovák konyha hetén. Ez már hagyomány, hogy a szlovákiai magyar konyhák cserélnek. Immár az iskolánkat, egymás iskoláit ismerjük, voltunk már itt többször is. Nagyon fontos az is, hogy a szlovákok és a magyarok, a különböző nemzetek megismerjék egymás konyháit. A jövőben a magyar konyha hetét is megtartják a rimaszombati iskolában, ezzel is erősítve a partnerintézményekkel a kapcsolatot. A vendéglátás, idegenforgalom, turizmus itt Heves megyébe kiemelt jelentőségű, hisz ugye a termárvízre épülő turizmus, a vendéglátás, a szolgáltatás szektor az országosan is kimagasló értéket képvisel, és egy szakmai többlettudást ad a fiataloknak az, hogyha más nemzeteknek a konyháját is megismeri, és elsajátítja azokat a kompetenciákat. A díszvacsorán 5 fogás várta a résztvevőket, köztük például a házi sajtos terina, pirított napraforgóval, valamint a szalonnával tűzdelt sertéspecsenye.